Az idei szezonomra, az őszi versenyszezonra júliusban kezdtem a felkészülésem. Az első versenyem a szeptember végén az Arnold Classic volt, ami számomra egy hatalmas kihívás volt, mert én amikor elkezdtem a versenyzést, én ezt az egy versenyt tűztem ki célul, hogy egyszer mindenképpen fel szeretnék állni, de így 5 év versenyzés után éreztem azt, hogy tartok már ott, hogy megpróbáljam. Szerencsére ezt a versenyt sikerült is megnyernem, 30 lányból sikerült az első helyen végeznem. Ezt a versenyt követte rá következő héten a prágai olimpia, ahol második helyen sikerült végeznem, illetve utána rá 2 hétre Liverpoolban volt egy amatőr olimpia, ahol szintén sikerült nyernem, majd pedig a magyar bajnokság. Az idei versenyszezonomban nagyon sok új dolgot kipróbáltam, mint edzés, mint diéta terén. Eddig minden felkészülésem úgy csináltam végig, viszonylag magas kardióval, tehát reggel kezdtem 1 óra kardióval, délután egy súlyzós edzés, majd még fél órát ráhúztam. Idén kipróbáltam azt, hogy egyáltalán nem kardióztam, illetve csak a versenyek előtti utolsó héten 3x30 percet. Plusz a diétámban változtattam az eddigiekhez képest, kipróbáltam a ketogén diétát. Szerencsére ez nagyon bevált, és így a formám is teljesen más tudott lenni, mint az eddigi szezonokban. Illetve sokkal több időt tudtam tényleg fektetni a pózolás gyakorlására. Tehát sokan mondják, hogy fontos, de minden nap tudtam gyakorolni, illetve tudtam eleget pihenni. Szerintem ennek köszönhetőek a sikerek. I like it when you take control. Szeretnék mindenféleképpen egy Arnold Classicot nyerni, vagy az őszi, vagy a tavaszi szezonban, illetve szeretnék Európa-bajnokságon részt venni, amatőr olimpiákra menni. Tulajdonképpen a végcél az lenne, hogy egy világbajnokságot sikerüljön ősszel megnyerni, és akkor szeretnék majd a profi státuszba lépni.